Na tehát akkor vizsgáljuk meg a kényszereket. Ugye a kényszerablakot itt találjuk fent. A legelső kényszert már ismerjük, ugye ez a csatlakozás kényszer. Alatta lévő kényszert is már használtuk, ez volt a vízszintes függőleges kényszer, amellyel vonalaknak a nevezetes pontjait tudjuk hozzákötni valamelyik tengelyhez. A következő kényszer az érintőleges kényszer lesz. Ehhez rajzolok egy vonalat, illetve rajzolok egy kört. Ez a kényszer úgy működik, hogy amit ahová logikával, amelyik elemet a másikhoz akarjuk kényszerezni, ilyen sorrendbe kell kattintgatni rajtuk. Tehát, hogyha azt akarom, hogy a vonal kerüljön érintő helyzetbe a körhöz képest, akkor kiadom a kényszer parancsot, kattintok bal gombbal a vonalon, majd utána kattintok a körön. És így meg is jelent az érintő kényszernek a jele, ez a kör. Ebben az esetben, amikor ténylegesen nem éri el a vonal a körnek a vonalát, ilyenkor használható a következő meghosszabbít parancs. És akkor látjuk, megjelent a körben egy X, ami a csatlakozás kényszert jelenti. Abban az esetben, hogyha fordított sorrendet alkalmazok, most Ctrl-Z-vel visszalépek az eredeti állapotba. Ebben az esetben kiadom a kényszerparancsot, kattintok a körön, aztán a vonalon, akkor látjuk, hogy a vonal marad ott, ahol volt, és a kör került hozzá érintő helyzetben, úgyhogy az átmérő megmaradt. Tehát minden egyes esetben nagyon fontos a kényszereknek a sorrendje. Ezeket most kitörlöm, pontosabban a kört törlöm ki, és rajzolok egy tetszőleges vonalat. A következő kényszer az a párhuzamos kényszer lesz, itt is a logika az előzőhöz hasonló, amit amelyikhez akarom párhuzamos helyzetbe kényszerezni, ugyanezt a sorrendet kell a kattintásokkal is követni. Tehát én azt akarom, hogy ez a vonal legyen párhuzamos ezzel a vonallal. Amit, ahová. A következő kényszer az egyenlő, itt is tök ugyanez alkalmazandó, amit, ahová, tehát ez a vonal legyen egyenlő hosszúságú. Ugye abban az esetben, hogyha két vonal között több kényszer is jelentkezik, több kényszer is megadja a szabályokat, akkor mindegyiknek a jelölését megtaláljuk. Itt ilyen esetben az egyenlőség jel, ugye az egyenlőre vonatkozik, a két merőleges vonal, az pedig a párhuzamosságra, bármint a vonalra merőleges vonalak. A következő kényszer a szimmetrikus kényszer lesz, és kitörlöm az egyik vonalat, rajzolok egy tengelyvonalat, majd rajzolok egy másik tetszőleges vonalat. Ez a kényszer úgy működik, hogy először kattintok a szimmetrikus kényszeren, és először a szimmetria tengelyt választom ki, majd utána az eddig alkalmazott logikával amelyik vonalat, amelyikkel akarom szimmetrikussá tenni. Ha már a kényszerezés megtörtént, innentől kezdve mindegy, hogy melyik vonalat mozgatom el, azt, amit először kattintottam, tehát amelyiket hozzárendeltem a másikhoz, vagy fordítva, tehát amelyik vonalat elmozdítom, a másik ugyanúgy reagál rá. Tehát innentől kezdve ez a két vonal egyenrangú, és mind a kettőre érvényes a kényszer. Jó, ezeket ismételten kitörlöm. És itt most rajzolok két tetszőleges kört. Ha azt akarom, hogy ezek a körök koncentrikusak legyenek, használhatom a koncentrikus kényszert. Ebben az esetben kattintok az egyik vonal ívén, majd aztán a másik körnek az ívén, és ezek koncentrikus helyzetbe kerültek. Ctrl-Z-vel visszavonom.
Ezt a kényszert azonban lehet helyettesíteni a csatlakozás kényszerrel, és itt fontos megemlítenem egy tulajdonságot a körökkel kapcsolatban. Ha megkeresem a körnek a középpontját, akkor hozzáillesztem a másik körnek a középpontjához csatlakozás kényszerrel, akkor tulajdonképpen ugyanazt az eredményt kapom. Ctrl-Z-vel visszavonom. Azonban a köröknél van egy olyan sajátság, hogy nem jelölhetem ki a körnek a középpontját egész addig, ameddig nem vittem a kurzort a kör íve fölé. Tehát, hogyha én ezt gyorsan behúznám középre a kurzort, akkor nem kéne, hogy megtalálja a középpontot. Azonban én nem vagyok most olyan gyors, és emiatt megtalálta. Viszont a másik körnél már nem találtam meg, ezért a köríve fölé kell vinnem a kurzort, ilyenkor megjelenik a középpontnak a jele, és akkor ilyenkor tudom a kör közepét kiválasztani. Erre azért van szükség, mert hogyha egy több ívvel rendelkező alkatrésznél szeretném kiválasztani a megfelelő középpontot, akkor ha egymás mellett nagyon sok kör ív van, akár egy lekerekítésről van szó, akár valamilyen egyéb ívről, akkor a program meg tudná mutatni az összes körívnek a középpontját, viszont nekünk így nehezebb lenne a dolgunk, éppen ezért, ha először megmutatjuk a programnak, hogy melyik körívhez tartozó középpontot szeretnénk használni, akkor a program onnantól kezdve csak azt fogja használni. Tehát ez egy kis körültekintéssel egy nagyon hasznos segítség is lehet. Jó, hogyha van egy tetszőleges szökhelyzetben lévő vonalpárunk, akkor a köztük lévő merőlegességet azt természetesen a merőleges kényszerrel tudjuk megadni. Itt is fontos a sorrend, amelyik vonalat, amelyik vonalhoz képest akarjuk merőlegessé tenni, ez lesz a kattintási sorrend. Ha a térben van két vonal, és azt szeretnénk, hogy ezek egybeesőek legyenek, akkor az egybeeső kényszert használhatjuk. Itt is a sorrendre figyeljünk, amelyik vonalat, amelyik vonallal egybeesővé akarjuk tenni. A kattintási sorrendre ismét felhívom a figyelmet, nagyon fontos. Az egybeeső kényszert akkor tudjuk használni, amikor valamilyen tengelyt rajzolunk, és forgás kihúzással készítjük el magát a hengert. Ilyenkor az azonos átmérőjű tengely henger részeket, azokat egybeeső kényszerrel tudjuk elkészíteni. Jó, a többi kényszer igazából nem olyan fontos, majd később lesz róla szó a haladó leszkékben. Jó, most amiket itt rajzoltam, kitörlöm, és a méretezésnek azt a részét fogom megmutatni, amivel a már meglévő testhez hozzá tudunk valamit méretezni. Az egyszerűség kedvéért rajzolok egy kört, megadom neki a méretét, hogy legyen kerek szám, ezért beírok egy 20-ast, nyomok egy escape-et, így visszakerülök, figyeljük meg kiválasztás parancsba, és azt mondom, hogy adok én egy távolságméretet. A távolságméretnél a meglévő testnek az oldal síkját, amit most nyilván vonalnak látok, kiválasztom, megkeresem a kör középpontját, ugye most ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy csak behúztam gyorsan az egeret a kör közepére, és nem adja ki, nem mutatja meg a program a körnek a középpontját, de ha egy pillanatra a kör ívére ráviszem az egeret, akkor egyszerre megkapom a körnek a középpontját. Kattintok rajta, és ahova kihúzom a méretet és lerakom, azt a méretet meg tudom adni. Figyeljük meg, hogy abban az esetben, hogyha én a másik méret felé húzom el az egeret, akkor a program ezt észreveszi, és automatikusan a másik méretet adja meg.
legyen mondjuk ez 25, és még egyszer megadom a kör középpontját, azonban ilyenkor kijön egy hiba üzenet, hogy a méret nem helyezhető el. Ez azért van, mert a távolság méret az egy olyan méretezést tesz lehetővé, ahol bázis, illetve lánc méretezést is el tudunk készíteni. Tehát a bázis méretezés, illetve a lánc méretezésnél a lényeg az az, hogy a távolság mérettel elkezdünk valamit méretezni, kiválasztunk egy alapvonalat, és megadjuk az első távolságot. Jó, ezt már megadtuk, tehát ez nyilván kéken fog megjelenni, de hogyha megadjuk a következő távolságot, akkor itt, ha a meglévő méret mellett tartjuk az egerünket, akkor láncméretezést alkalmazunk, ha viszont egy kicsit fölé mozdítjuk, akkor már áttérünk bázisméretezésre. És hogyha egyszer bázisméretezést kezdtünk el alkalmazni, akkor onnantól nem térhetünk vissza láncméretezéshez, maradunk bázisméretezésben. Jó, ez csak egy kitérő volt, folytassuk a méretezést. Lehetőség van azonban gyors méretezéssel is elkészíteni a pozícionálást. Ebben az esetben kiválasztjuk a vonalat, megjelenik a hossza, de ezzel nem kell törődnünk. Az eljárás ugyanaz, megkeressük a körnek a középpontját, és amelyik irányba elmozgatjuk, abba az irányba meg tudjuk határozni a méretet. Legyen ez is 25, és ezzel készen is vagyunk. Használhatjuk a vázlat bezárása gombot jobb felső sarokban. Érdekesség, illetve egy tipp, a vázlat bezárását, mármint a gombot megtaláljuk itt fönt a jobb felső sarokban is, de ez a gomb, amit itt látunk a modelltér bal felső sarkában, ez is ugyanezt a célt szolgálja. Jó. Ismét elérkeztünk arra a pontra, ahol meg kell nekünk mondani, hogy a síknak melyik irányába készüljön el a kivágás. Ugye egyszerre jön a hiba jel, mert a semmiből nem tudunk kivágni semmit, értelmetlen búlművelet. Természetesen csak befelé, tehát az anyag irányába tudunk kivágni, illetve engedi a program a mind a két irányú kivágást is, mert legalább az egyik feltétel teljesül, tehát az egyik irányba történik anyageltávolítás. Ugye ismerjük már ezeket a gombokat, ismétlésként tudunk adni nem szimmetrikus kiterjedést, ilyenkor meghatározzuk az egyik irányt, természetesen most nem tudunk kivágni a semmiből, ezért ez így értelmetlen lenne. Ilyenkor kattintunk egyszer az egyik oldalon, felugrik az ablak, ahol be kell írnunk az értéket pontosabban, beírjuk, ütünk egy Entert, utána automatikusan a másik irányba mutatja nekünk a program a kiterjedést, ott is megadjuk az értéket, és Enterrel, illetve a befejezés gomb lenyomásával véglegesítjük a kivágást. A szimmetrikus kiterjedése az igazából ugyanez, itt szintén értelmetlen, csak azzal a különbséggel, hogy mind a kettő irányba ugyanakkora kivágást fog mutatni, illetve elvégezni. Fontos megjegyezni azt, hogy szimmetrikus kivágásnál, illetve szimmetrikus kiterjedésnél a teljes kihúzási értéket kell megadnunk. Kivágás mindenen keresztül ugye mind a két irányba, vagy csak az egyik irányba megadható lehetőség, ilyenkor akárhány részből áll a testünk, akármilyen kiterjedést találunk errefelé, mindent átvág az adott keresztmetszettel a program. A
Következő lehetőség az a kivágás következőig. A következő felületet jelenti ez, tehát a következő felületig mindent kivág. Megadhatjuk azonban felülettől felületig is kivágást. Ez abban az esetben használható, amikor megrajzoljuk valamelyik síkban a keresztmetszetünket, de mi egy másik sík és másik síktól egy másik síkig szeretnénk a kivágást elvégezni. Ugye ez akkor használható, illetve a legutolsó lehetőség az adott kiterjedés megadása. Gyakran előforduló probléma az, hogy egyszerűen a hallgatók észreveszik, hogy mind a két irányba történne kivágás, és nem foglalkoznak vele, pedig annyi az egész, hogy a szimmetrikus kiterjedés gomb be van kapcsolva. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy ez egy nyomó gomb, tehát hogyha egyszer kattintok rajta, akkor bekapcsoltam, az jelen esetben most kikapcsoltam, hogyha még egyszer kattintok rajta, akkor viszont most bekapcsoltam. Kikapcsolással rendben is vagyunk, beírok egy 50-es értéket, hogy szép kerek legyen ez is, és még egyszer meg kell adnom az irányt. Utolsó képernyő, ahol még a méreteket változtathatom, és ha ez készen van, akkor befejezés. Úgy, megvan egy kivágásom, ami olyasmi, mint egy furat. Ezért összehasonlításképpen furatot fogunk elkészíteni. Mivel, hogy megvan most már a testünk, és megvannak rajta az alapsíkok, célszerű kikapcsolni a bázis referencia síkokat. Jelölő, box, pipákat kivesszük, és így igazából már a testünk tudjuk, hogy bent van egy vonatkoztatási rendszerben, egy koordinátorrendszerrel, megadtuk a pontos helyzetét, és ehhez képest fogjuk innentől kezdve az összes műveletet elvégezni. Na tehát, ha megnézzük a furatot, látjuk, hogy van egy kis nyíl fej lefelé, ez azt jelenti, hogy van mellette még másik parancs is, másik lehetőség is. Ugye az ST5-ös verzióban ugye a furat és a menet mellett a horony parancs is elhelyezésre került, de most csak a furattal foglalkozzunk. Kattintok a furat parancson, ugyanaz a menetrend, mint az eddigi esetekben, tehát ki kell választanom egy síkot, ez a felső nekem tökéletesen megfelel. Vegyük észre, hogy ilyenkor a program automatikusan a testnek a síkjait kínálja föl nekünk lehetőségként. Kiválasztottuk a síkot, ilyenkor vázlatnézetbe kerültünk ismételten, és megjelent egy kis kör. Természetesen egy furathoz csak egy kör tartozhat. Azonban itt nem a méret megadással fogjuk a kört szerkeszteni, hanem rendelkezésünkre áll egy furatkör, furatbeállítások lehetőség. Ha esetleg véletlenül nyomnánk egy Escape gombot, és eltűnne nekünk ez a készletünk, akkor az alakelemek között találjuk ezt meg ismét. Alakelemek között, bal felső sarokban furatkör parancsot megtaláljuk, kattintunk rajta, és ismét előjön az eszköztárunk, és itt a furat beállításokat ismét ki tudjuk választani. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy ha egy furat méretet beállítunk, akkor ebben a vázlatban csak az ehhez tartozó, csak ugyanekkora furatokat tudunk elhelyezni egymás mellé, kvázi. Nos, furat beállításokra rákattintva előjönnek a furatnak a tulajdonságai. A beállítások között először is meg kell adnunk a típust. A típusnál lehet egyszerű, menetes, kúpos, sűjesztett, illetve kúpos sűjesztett. Abban az esetben, hogyha esetleg éppen nem jut eszünkbe, hogy pontosan hogy néz ki egy sűjesztett, illetve egy kúpos sűjesztett furat, akkor sincsen semmi probléma, nem kell kétségbe esnünk, rákattintunk például arra, hogy kúpos sűjesztett, és a jobb oldalon lévő kis piktogram az megváltozik, és mutatja nekünk keresztmetszetben, hogy éppen hol tartunk.
Most egy kúpos viesztett furatot elkészítünk, megadjuk az átmérőjét, igazából ez a furatnak az átmérője lesz, ez legyen 10-es. A sűjesztés átmérője, ugye ez a felső átmérőt adja meg, ez legyen 15-ös. A sűjesztés szöge az legyen 90 fok, és ha még menetet is szeretnénk belerakni, akkor ki kell pipálnunk a menet lehetőséget, és ki kell választanunk a listából, hogy melyik menet lesz számunkra megfelelő. Természetesen a metrikus menetet alkalmazzuk, M10, megadhatjuk, hogy végig menjen a furatba, vagy pedig adott mélységig, hát legyen az adott mélység az 20 mm, és ugye ez a rész, nagyon fontos megjegyezni, ez a rész, ez a furatra vonatkozik, illetve a menetre. De ezzel a furatnak a hosszát még mindig nem adtuk meg, illetve a befejezésének a formáját. Ezt itt, ebben a jobb oldali kis sávban tudjuk beállítani. A kiterjedésnél, kiterjesztésnél ugyanazok a lehetőségek vannak, mint eddig, minden műveletnél, tehát mindenen keresztül következőig, felülettől felületig, illetve adott kiterjesztésig. Itt ezt állítsuk be adott kiterjesztésnél 30 mm-re, és adjunk meg a fúrónak a csúcsszögét. Ugye a legtöbb esetben 120 fok környékén szokott lenni a fúrónak a csúcsszöge, 118-ot ajánl fel a program, ez természetesen jó lesz. Illetve a furat mélységnél a program rákérdez arra, hogy a furat hasznos hossza, tehát a csúcsszög nélkül értendő, vagy pedig vegyük bele a csúcsszöget is. Tehát a csúcsnak a végpontjától számítsuk a méretet. És figyeljük meg, itt fönt a piktogram a kattintás után egyszerre változik is. Mindegy, melyiket választjuk, ez csak egy próba. Ha mindent beállítottunk és ellenőriztünk, akkor leokézzük. Ugye megváltozott a furatnak a jelölése is. Ugye a furat jelöléseit azt is be tudjuk állítani. Ugye jelenleg a szabványos jelölés az lenne, hogy vékony vonallal egy háromnegyed kör jelölésével tudjuk magát a menetes részt jelölni. Gyakorlatilag innentől kezdve ez az elem ugyanúgy működik, mint egy furat. Az eddigi alaksajátosságot fel tudjuk használni a pozícionálásánál, tehát hogyha azt szeretnénk, hogy az előbb elkészített kivágásnak a középpontjával egybeeső legyen X tengely irányába, akkor fel tudjuk használni a meglévő kivágást, úgyhogy a középpontot, tehát a megrajzolt körnek a középpontját át tudjuk venni, és az egér vízszintes irányú, tehát X tengely menti elhúzásával be tudjuk azt kényszerezni, kényszerek használata nélkül, hogy az előző kivágás középpontjával megegyező legyen a furatunk. Ugye ilyenkor itt látunk egy szaggatott vonalat. Ugye megjelent a vízszintes függőleges kényszernek a jelölése. Ezzel azt értük el, hogy Z tengellyel párhuzamosan nem tudjuk eltolni a furatunkat. Ezt meg is mutatom, kiválasztom az oldalvonalat, illetve a kör középpontját, azaz pontosabban a furatnak a középpontját, lerakom a méretet, és ugye ez kék lett, tehát ez azt jelenti, hogy nem tudom változtatni ezt. Úgyhogy a másik oldaltól való távolságát határozom meg, legyen az is 25-ös. Oké. Pontosan be van pozícionálva a furatunk, nem maradt más hátra, mint hogy vázlat bezárása gomb alkalmazásával a furatot elhelyezzük. Természetesen irány megadása itt is szükséges, tehát anyagon kívülre nem tudunk létrehozni furatot, csak anyagba befelé. Egy kattintás, ugye kijönnek az változható tulajdonságok, majd aztán befejez gombbal, véglegesítjük a parancsot.
Abban az esetben, hogyha egy furatot egyszer elkészítünk ugyan, és utána szeretnénk, hogy ez a furat többször több helyen is szerepeljen, valamilyen minta szerint, akkor nem kell egyesével megrajzolni ezeket a furatokat, hanem alkalmazhatjuk a minta parancsot. Azt itt találjuk a minta ablakban felül. Kattintunk a minta parancson, kiválasztjuk azt, hogy ez ne gyors minta legyen, hanem részletes minta, és kiválasztjuk utána a furatot. Amikor kiválasztottunk valamit, pipával tudjuk véglegesíteni. Ilyenkor ki kell választani egy síkot, amire majd elkészítjük a mintának a geometriai képét. Kettő fajta mintát tudunk alkalmazni, az alakelemek között találjuk meg ezt is. Az egyik a téglalapminta, a másik az pedig a körkörös minta. Mivel hogy most az alaptest egy téglalap, ezért ezt fogjuk alkalmazni. Téglalap mintánál meg kell adnunk a kezdésnek a középpontját, célszerűen ilyenkor a furat középpontját választjuk ki, és utána meg kell rajzolnunk, meg kell határozunk egy téglalapot. Ennek a téglalapnak meg tudjuk adni szélességét, magasságát, ugye szélesség megadása után már csak egyik irány, másik irány, illetve, ezt visszaveszem, mert mást is szeretnék mutatni vele, illetve a magasságát is megadhatjuk, de azt most nem tesszük meg, kattintással véglegesítem. Ugye itt meghatároztuk, hogy X irányba 3, Y irányba 2 furat legyen kiosztva, de ez az itt lévő szélesség, illetve magasság az mégsem jó nekünk, ezt valahogy szerkeszteni kéne. Hát ezt az alakzatot tudjuk szerkeszteni méretezéssel, akár gyors méretezéssel, akár pedig úgy, hogy az oldal, tehát a meglévő téglatest oldalától adjuk meg a távolságot. Oké, hogyha ezt pontosan bepozícionáltuk, akkor jöhet a vázlat bezárása gomb, és a program el is készítette a kiosztást. Ugye nekünk ez igazából nem tetszik, mert mi mondjuk azt szerettük volna, hogy ezen az oldalon legyen 3, és itt legyen 2, tehát az irányokat véletlenül felcseréltük. Ilyenkor sincsen semmi probléma, mert vissza tudunk lépni akár még a minta kiválasztásához is. Ugye egymás után mindig minden egyes testműveletnél a lépések megvannak, tehát minta kiválasztása, vázlatlépés, profi rajzolása, na ez volt az, ahol hibáztunk. Ide visszatérünk. Ugye ugyanaz a problémánk adódott, mint az előbb, a furat elkészítésénél nem jelent meg a szükséges eszköztár. Se baj, az alakelemek között megtaláljuk téglalapminta, és ugye itt azok az értékek vannak feltüntetve, amiket az előbb használtunk már. Itt X irányba 2-esre akartuk visszaállítani, Y irányba viszont 3-asra. Ha ez megtörtént, akkor utána vázlat bezárásával meg kellett volna, hogy változzon a mintánk. Ezek szerint valamit elrontottam. Igen. Ebben az esetben, hogyha az alakelemből választom ki a téglalap mintát, akkor újra tudok rajzolni egy kiosztást. Bocsánat, ez ennél a parancsnál egyedülálló. Na tehát, hogyha rákattintok a téglalap mintára, akkor itt kell felcserélnem az értékeket. Hát egy 2-es, itt viszont 3-as, egy Enter, illetve vázlat bezárása,
És most már a helyes kiosztás jelenik meg. Igen, befejez gombbal, véglegesítem. Jó, a következő, amit érdemes megnézni, a lekerekítés, illetve a letörés. A lekerekítésnél ugye kiválaszthatom, hogy éllánc, él, sarok, felület, vagy akár élhurok legyen a lekerekítésnek az úgymond áldozata. Én azt mondom, hogy legyen egy élhurok, és akkor ilyenkor a program megmutatja nekem, hogy melyik élhurkokat akarja kiválasztani. Ha viszont én azt szeretném, hogy ez a felső legyen kiválasztva, akkor az egyik oldal fölé viszem az egeret, és akkor megjelenik ez a kis piktogram, ez a jobb egér gomb egy feketével le van fedve kinézetű. Ilyenkor nyomok egy jobb gombot, előjön a Quick Pick ablak. Ebben a Quick Pick ablakban egy listából tudom kiválasztani azt, hogy melyik alakelem lesz számomra a megfelelő. Itt kiválasztom a sík kihúzás 1-es feliratot, és megadok egy sugarat, mondjuk legyen 5 mm. Ilyenkor a program megmutatja, hogy körülbelül hogy fog kinézni. Ha itt még átírom a sugár értéket, akkor az egyszerre frissül. Hogyha úgy néz ki, hogy körülbelül ez a lekerekítési sugár megfelelő, akkor megnyomom az előnézet gombot. Ilyenkor az utolsó fázisba lépek ismét, ahol még mindig át tudom szerkeszteni a lekerekítés értékét. De hogyha minden méret megfelelő, akkor befejez gombbal, el is készültem. A letörés annyiban különbözik a lekerekítéstől, hogy ugye a lekerekítésnél csak egy sugarat kell megadni, a letörésnél azonban használható nem csak valahányszor 45 fokos letörés, hanem lehet más szögű letörés is. Ezt a letörés jellemzői között itt bal oldalon tudom kiválasztani. Ugye leggyakrabban az egyenlő letörés használatos, azonban szögletörést is be tudok állítani, tehát szögértéket megadom, illetve a letörési host, illetve kettő darab letörési értéket is. És ezeket a letörési jellemzői között tudom átállítani. Ha átállítottam, oké, és onnantól kezdve a program kéri, hogy mi legyen a letörésnek az értéke. Hát itt most csak az egyszerűség kedvéért ezt a furatot kiválasztom, és beírom, hogy legyen 5-ös a letörés értéke, pipa, és mutatja is a program, hogy ez hogy néz ki. Nem a legelegánsabb, de próbának jó lesz. Befejez gombbal, véglegesítem ezt is. Jó, amit még érdemes megnéznünk, ugye forgás kihúzás, illetve forgás kivágást még nem mutattam meg. Forgás kihúzás az úgy működik, hogy először is, mint minden parancsnál, kattintok a parancson, majd aztán megadom a síkot, és megrajzolok egy keresztmetszetet. Egy akármilyen keresztmetszet. Tehát megrajzoltam, és azt mondom, hogy vázlat bezárása. Feljön a hibaablak, ugyanis egy dolgot felejtettem el megadni, mégpedig azt, hogy egy forgás kihúzásnak, ugye akárcsak a forgás kivágásnak szüksége van egy forgás tengelyre. A forgás tengelyt úgy tudom megadni, hogy rajzolok egy egyenes vonalat, mikor legyen az oldalfelezőbe, hogy szép szimmetrikus legyen a testünk. Rajzoltam egy vonalat, ettől ez még nem forgástengely, viszont a rajzi elemek ablakában található egy forgástengely parancs. Itt található az 5-ös verzióban, a 4-es verzióban még itt van fent. Kiválasztom a forgástengely parancsot, kattintok bal gombbal a most rajzolt forgástengelynek szánt vonalon,
és egyszerre meg is változik a jelölése, tehát pontvonal lesz belőle, és hogyha most alkalmazom a vázlat bezárása gombot, akkor már engedi a program a kivágást, vagy a kihúzást pontosabban. Kicsit ez különbözik a normál kihúzástól, ugyanis ugyan itt megtalálható a nem szimmetrikus, illetve a szimmetrikus kiterjedés, viszont itt kettő fajta lehetőségünk van, vagy egy 360 fokos forgatás, vagy pedig egy adott szögben történő forgatás. Tehát itt a következő felületig történő forgatás az nem áll rendelkezésünkre. Én kiválasztom most a szög szerinti forgatást, 180 fok, Enter, természetesen itt is két oldala van egy síknak, itt is először ki kell választani, hogy melyik síkra szeretném melyik oldalra szeretném a forgáskihúzást elvégezni, amelyiken jónak tűnik nekem, kattintok egyet, és készen is vagyunk. Tehát a forgáskivágás tökéletesen ugyanígy működik. Abban az esetben, hogyha valamilyen olyan dolgot szeretnék, hogy megvan egy keresztmetszet, és megvan egy útvonal, amelyiken ki szeretném húzni, akkor ilyenkor használható, vagy ilyenkor rendelkezésre álló lehetőségeket itt oldalt találjuk meg. Kihúzások között van az átvezetett, ez egy vagy több keresztmetszet, maximum három vezérgörbén történő átvezetésével létrehozható alakelemet jelent. Tehát ha mondjuk legegyszerűbb eset, ha egy csövet szeretnénk elkészíteni, ami négyzet keresztmetszetről körkeresztmetszetre alakítja át, mondjuk az áramlásnak az irányát, akkor először rajzolunk egy négyzetet, majd aztán egy kört, és utána a kettő között egy vezérgörbét is el tudunk vezetni. De ezt egyszerűbb az átmenettel kihúzással elvégezni. Ebben az esetben vázlatokat kell alkalmaznunk. Akár csak az átvezetetnél is. Mutatok egy példát mind a kettőre, az lesz a legegyszerűbb. Rajzolok egy vázlatot, ami úgy működik, kiválasztom a vázlatparancsot, bal gombbal kattintok rajta, és utána kattintok a síkon. Ezzel vázlatnézetbe kerültem. Itt megrajzolom a keresztmetszetet, 50x50-es, és bezárom a vázlatot. Ezután rajzolok még egy vázlatot, most az átvezetett kihúzást alkalmazom. Ilyenkor a vázlatnál az a lényeg, hogy amit most rajzolok, alakzat, az valamilyen formában az itt lévő vázlattal érintkezzen. Párhuzamos síkot választom ki, megadom mondjuk ezt a síkot, és azt a végpontot, tehát a megrajzolt vázlatnak a végpontját. Ne zavarjon meg minket, hogy ezt látjuk, valóságban tényleg ezt látjuk, azonban, hogyha elfordítjuk kicsit a nézetet, már is látjuk, hogy itt van nekünk a szükséges keresztmetszetünk. Célszerű ilyenkor az átvesz parancsot használni, itt van a rajzi elemek között, átvesszük ezt a bizonyos vonalat, majd visszatérünk eredeti vázlatnézetbe. Ugye emlékeztető, itt alul találjuk meg a vázlatnézetet, vagy pedig Ctrl-H-t nyomunk. Itt már látjuk, hogy pontosan meddig tart az alkat, vagy a vázlatunk. Ehhez képest viszont meg tudjuk már adni a görbét.
Mondjuk legyen ez egy körív, amely mentén ki akarom húzni. Megkeresem a vonal végpontját, vagy középpontját, vagy másik végpontját, igazából nem érdekes. És mondjuk egy ilyen alakban akarom kihúzni. Ugye természetesen ezt, amit átvettünk, valamit ezt a végén ki kell törölni, ugyanis nem tudná a program értelmezni. Megvan a görbénk, vázlatot bezárjuk. És készen is volnánk. Itt most alkalmazzuk az átvezetett kihúzást. Na tehát így működik a kiválasztás, vagy a kihúzás átvezetéssel. Átmenettel történő kihúzásnál, ugye ezt a kihúzást most töröljük, illetve ezt a második vázlatot is, mert erre nincsen szükségük, viszont itt az említett négyzet már megvan. Létrehozunk egy újabb vázlatot, egybevágó sík helyett párhuzamos sík, tetszőleges magasságban, mondjuk ez jó lesz, és rajzolunk egy ekkora kört. Bezárjuk a vázlatot, és azt akarjuk, hogy a kettő között valamilyen formát kapjunk. Merre használjuk az átmenettel parancsot, illetve lehetőséget. Kiválasztjuk az egyik vázlatot, majd a másik vázlatot. Jobb gombbal kattintunk, majd ütünk egy entert, igazából mindegy. És a program elkészíti nekünk a keresztmetszetek közötti átmenetet. Hátrány az az, hogy ha kettő keresztmetszetet adunk meg, akkor a program a saját feje után egy saját metódussal kiszámolja, hogy melyik a legoptimálisabb forma, és ugye azt ajánlja fel nekünk is. Hogyha több átmenetet, tehát több keresztmetszetet alkalmazunk, akkor jobb hatásfokot tudunk elérni, tehát jobban hasonlít, például egy légtechnikai elem esetén jobban hasonlít a végtermékhez a rajzunk, tehát a modellünk. Jó. További lehetőség, amit most nem ismertetek, a csavarvonalnak az elkészítése. Ez egy bizonyos keresztmetszetet csavarvonalban képes hozzáadni a testhez. Normál irányú kihúzásnál valamilyen görbére normál irányú kihúzást képes létrehozni. Illetve a vastagítás az akkor használatos, hogyha felületmodellezésben létrehozunk egy konstrukciós felületet, és ehhez rendelünk hozzá egy vastagságot. Tehát ugye ez erre alkalmazható. A kivágásoknál ugyanezeket megtaláljuk, az utóbbi kivételével természetesen, az átvezetett, átmenettel, csavarvonal, illetve normál irányú kivágás. Ugye ezeknél is a beállítások ugyanazok. Jó, köszönöm a figyelmet, tovább.